Szent István napját a magyarországi Kelepián is megünnepelték. A délutáni program Szent Misével kezdődött. A mise után felavatták a falu új látványosságát, a Szent István szobor kompozíciót. Keresztel írta rá kemény nevét, mint halhatatlan győzelmét. Alapkő lett. De könnyen súlyosabban vetette el toronyszökkentő férfias hitét. Amint alázatát mindegyre inkább újra emeli roppant erején, a bércre hág, s egy országon tekint át, hol hajnalpírban reszket még az ég. Már életének hajnalán az üdvigét hirdet, ragyogva kél az égi fény, s kitévej rabja volt a nép, elhagyva sűrű éjjelé. Menj és fölöl, tiszteltessél, de főképpen nálunk van, a szoborcsoportnál beszédet mondott Bányai Gábor magyar országgyűlési képviselő, és Mackó József a magyarországi Kelebia polgármestere is. Nagy királyunk, mint minden vezető jutatott személyiség, még most is sokak által, de egyet nem lehet elfelejteni neki, azt a hálát, hogy egy olyan országot adott létre, amelyik a mai napig áll, bár megcsonkítva, bár megfogyva, de mégiscsak az ő álma, magyar állam, akkori magyar királyság túlélt ezer esztendőt. És az, hogy egy olyan országot, egy olyan népet rakott egybe, amelyik szanaszét, igaz, hogy saját törzséken belül szervezetten, de mégiscsak külön-külön értékelteket itt a Kárpát hazában. Bábel Balázs Kalocsa Kecskemét érseke áldotta meg Kelebia új szobor együttesét. Szobor kompozícióra szálljon le Isten áldása, s maradjon rajta az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Örvendetes az, hogy egy ilyen kis falu is tudja, vagy képessége van arra, hogy fölállítson első szent királyunknak szobrot. Ez mutatja azt, hogy él a hit és él a magyarság. Nehéz időket élünk, ezt mindenki jól tudja,
mintha határ választan el bennünket, de éppen ez a határ óvja talán azt a magyarságot, ami menedékévé lehet a délvidéken élő magyarságnak is, és bár van kerítés köztünk, de mi lélekben összetartozunk. Az alkotást Kovács Jenő szobrászművész készítette. Nem egy tisztán Szent István mellszobrot vagy egy szobrot állítunk, hanem egy nagyon fontos döntését akarjuk ábrázolni egy kompozíció formájában, amikor a Szent Koronát felajánlja Szűz Máriának, de a kis Jézus is ott van. Tehát ott van az Isten, ott van Szűz Anya, ott van Szent István, aki már a háta mögé tolja a kardját, tehát már nem háborúzik, nincsenek ilyen szándékai. Szent István életnagyságú alakját bronzból, Szűz Máriát karjának is Jézussal kőből formázta meg az alkotó. Küldetése van magának a szoborkompozíciónak, meg ennek a kis kelebélyi térnek is, hiszen ha valaki a falun keresztül akar menni, akkor ezen a szakrális környezete mindenféleképpen át kell, hogy utazzon. És nem hiszem, hogy valami nem, valamire nem figyel oda, a Székelykapura, a Turulmadárra, vagy a szép kis templomunkra, vagy akár arra a Szent István szoborkompozícióra. Az ünnepségen bemutatták Miskolci Miklós szabadkai születésű író Trianon gyermeke Kelebia című könyvének második kiadását. A község alakulásában kutakodtam tovább, miután ez a könyv megjelent, és ott változtatni kellett, mert kiderült, hogy is volt ez a Tompa, Kelebia. Először ez egy község volt. És aztán Kelebia községben volt egy egyház község, hogy mondják ezt? Egyház község volt. És ők folyamodtak a megyei főispánhoz, vagy alispánhoz, hogy hadd legyen önálló község Kelebia. És ennek az űrzavarját itt egy kicsit elnagyoltam, itt már jobban ismertem, és ez így van megírva. A helyi színjátszók színre is vitték a településükről szóló művet. A falualapítás ünnepére, a 90. évfordulóra Miklós megtisztelt bennünket, hogy készített egy dokumentumjátékot, felhasználva a levéltárban fellelt iratokat, és az alapján készítette el tulajdonképpen ezt a dokumentumjátékot. Nagyszerű dolog az volt ebben az egészben, hogy Horváth Zoltán, a férjem rendezte, és úgy próbáltuk megoldani ezt az egész estét betöltő darabot, hogy a falu minden korosztálya képviselve volt valamilyen szinten. Szerepeltek benne iskolás gyerekek, benne volt a nyugdíjas egyesület, az ifjúsági egyesület, a daloskör, tehát mindenkit valamilyen szinten érintett. Itt ebben a csodálatos agrárközpontban adtuk elő, és még az is nagyon érdekes volt, hogy a világítástól kezdve a technikáig mind a mi gyerekeink, a fiaink segítették és készítették az egészet.
Az érdeklődők továbbá egy régi tárgyakból készült kiállítást is megtekinthettek. Elhatároztam, hogy amiből nekem van, mivel hogy gyűjtöttem a szüleimtől, nagyszüleimtől a régi dolgokat, hogy tehát mindig abból kezdtem a kiállítást, hogy ami nekem van, és akkor ahhoz mentem még. Jártam a falut, és akkor így lett hozzá még sok minden. Az első évben régi himzett falvédők voltak, meg babák. Az közösen egy vasutas kollégámmal csináltuk, az is itt fönt volt. Tavaly volt az ágyterítők, tehát ilyen régi ágyterítők, meg reborn karakterbabák. Azok ilyen érdekes arcú, nagyon szép babák. Nekem a legszebbek a világon. Valaki azt mondja, hogy csúnya, nekem gyönyörűek. Szerintem nagyon nagy sikere is volt. És már tavaly tudtam, hogy valamit megint, ami nekem van, hogy abból fogok valamit. Nagyon sok cserépedényem van. Nagyon sok lámpám van, nem mind az enyém. Szintén jártam a falut, pincétbe voltam, padláson voltam, sok helyre még nem is jutottam el. Az est Nárai Erika és Homonai Zsolt musical estjével zárult.